Ilyenkor április elején normál esetben Helebrant Máté már túl van a hagyományos márciusi dulincei viadalon, és az aktuális világverseny szintidejét teljesítve készül a folytatásra. Ebben az évben azonban sérülések és betegségek nehezítették a kétszeres olimpikon edzés munkáját, aki így kihagyta a szlovákiai versenyt. Helyette 3 hetes portugáliai edzőtábort iktatott be a programba Pokrovenszky József is tanítványa. A páros már negyedszer utazott Albufeirába, ahol ideális körülmények között tréningezhetett a legjobb magyar gyalogló. Napi 2 edzettünk, heti körülbelül olyan 120-130 kilométert edzettünk. Minden edzést sikerült maximálisan megcsinálnom, és a fejlődés az szemmel látható volt, a stopper úrra az sose hazudik. Amikor kimentem, akkor ahhoz képest nagyon-nagyon sokat fejlődtem, szóval ez a 3 vitesz tényleg nagyon hasznos volt. A portugáliai tavaszból a magyarországi telet idéző időjárásba hazatérve Máté legfőbb célja az, hogy megőrizze formáját a jövő vasárnapi békéscsabai 20 kilométeres bajnokságig. Kicsit meglepett ez a hideg időjárás, mert múlt héten még itt is nagyon jó idő volt, ilyen 20-22 fok is volt talán egyszer, és azt abba bíztunk, hogy hazajönk, és akkor már itt is olyan jó idő lesz, mint kint volt. De most sajnos ez a kis hóesés, illetve 4-5 fok ez most kicsit bezavart, de próbálunk ezzel nem foglalkozni, és az edzéseket ugyanúgy teljesíteni, mint hogyha jó idő lenne, és hát készülünk a jövő vasárnapi országos bajnokságra. Szeretnék bajnok lenni, szeretném elhozni az aranyérmet, illetve egy jó időt szeretnék gyalogolni, ami remélhetőleg elég lesz ahhoz, hogy a világranglistára felkerüljek. Mivel Helebrant Máténak egy 2019-es, 50 kilométeres távon elért ideje számít a rangsor összeállításánál, már csak egy 20 kilométeres eredmény szükséges ahhoz, hogy felkerüljön a világranglistára. Az 50 kilométeres távon 60-an állhatnak majd rajthoz Tokióban, pontosabban Szapporóban, mivel a maratonfutást és a gyaloglószámokat a japán fővárostól 800 kilométerre rendezik majd az ötkarikás játékokon.